A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. November közepe óta tölti be itt új pozícióját a Vörösmarty Mihály könyvtárban Horváth Adrián. A vendégem a stúdióban, most az új igazgatónő, szeretettel köszöntelek. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is kezdted a pályafutásodat, illetve hogyan kerültél kapcsolatba Székesfehérvárral. Hát Székesfehérvárral már nagyon korán, mert hogy Siófokon születtem, ott is végeztem a középfokú tanulmányaimat, és nagyon gyakran jöttünk föl Fehérvárra, és én ide jártam antikváriumba. Úgyhogy nagyon szerettem ide jönni, aztán elkerültem Szegedre, ott végeztem az egyetemet, történelem szakon, aztán az ELTE-n végeztem könyvtárszakon, és tulajdonképpen utána volt egy nagyobb kitérőm, Budapest, és úgy jöttem Fehérvárra. És honnan jött neked a könyvek szeretete, vagy hogy ebbe az irányba kezd el a pályafutásodat, tanulmányaidat? A könyvek szeretete az mélyebben gyökerezett nálam. A nagyszüleim nagyon sokat olvastak föl nekem, és igényeltem is a történeteket. Magam is írogattam történeteket, tehát hogy ez a gyerekkori fantázia világ, ez nagyon működött nálam, szerencsére. És utána, amikor a pályaválasztásról volt szó, én tulajdonképpen egy olyan szakmát szerettem volna magamnak, ami kézzel fogható, de mégis van benne perspektíva. És ezért esett a választásom a könyvtárszakra, és kimondottan azért az ELTE-re, mert úgy gondoltam, hogy nekik a legjobb az adottságuk ezen a téren. És ami számomra fontos volt, hogy persze szerettem olvasni, de hogy a könyvtárban találtam meg egy olyan pluszt, ami engem nagyon megragadott, és ez volt az információk, az információk keresésnek, illetve az azzal való sáfárkodásnak a dolga tulajdonképpen, amiben úgy gondoltam, hogy érdemes időt fektetni, hogyha már tanul az ember. Ugye ekkor már túl voltam egy bölcsészkaron, nagyjából már tudtam, hogy mit várhatok el az egyetemtől, és kimondottan ez volt az, amivel úgy éreztem, hogy a jövőbe fektetek. És hát tulajdonképpen most is ezt érzem, mert hogy a könyvtár tulajdonképpen igen, az olvasás, igen, egy közösségi tér, de hogy azt ne felejtsük el, hogy a könyvtárnak azon kívül, hogy egy szolgáltatóhely, van egy nagyon erős megőrző funkciója is. Tehát, hogy mi megőrizzük, és ezen túl ugye azon dolgozunk, hogy ezek a megőrzött információk megtalálhatók legyenek, visszakereshetőek legyenek. Tehát amikor a Google azt adja ki, hogy több mint 1 millió találat van, és hogyha valaki ezzel szembesül, akkor azt tudja, hogy na ezt soha az életben nem tudja majd elolvasni. Viszont mi könyvtárosok, és akkor nézzük a megyére vonatkozó dolgokat, azon dolgozunk, hogy minél, tehát hogyha valaki keres nálunk valakit, legyen az akár ipartörténet, vagy egy speciálisabb helytörténeti dolog, családtörténet, akkor az viszonylag rövid idejű kereséssel megtalálja, amit keres. És hogy a könyvtárosok ebben jók, hogy ezt megadják. Menjünk egy kicsit vissza a tanulmányaidra, hogy amikor elkezdtél az ELTE-n tanulni, hogy mennyire találtad meg a számításaidat? Most az előbbiekből igen, nyilván a helyeden vagy, de hogy az egyetem mennyiben
adta meg azt a plusz számomra, és akkor erősített meg abban a döntésben, hogy mégiscsak a könyvtáros pályát választ. Hát amikor már az ELTÉ-re jártam, akkor én mellette már dolgoztam is, és a Líra Könyv ZRT-nél voltam először eladó, könyvesbolti eladó, és utána beszerző, és ez párhuzamosan ment az egyetemmel. Uh-huh. Először nappalin voltam, és akkor utána átiratkoztam levelezőre, és nagyon érdekes, mert hogy próbáltam ezt a két területet magamban is összeilleszteni, és a tanulmányaimban is, és igazából a szakdolgozatomnak a témája is ez lett, hogy partnerkapcsolati lehetőségek a könyvtárak és a könyvkiadók között. Ugye mind a kiadók, mind a könyvtár tulajdonképpen ugyanazzal az alapanyaggal dolgozik, a könyvekkel és a társadalommal. És hogy azt vettem észre, hogy elbeszélünk egymás mellett, hogy a könyvtárosok is mondják a magukét, a kiadóknak is meg a könyvterjesztőnek is megvolt a maga érvei, meg hogy merre megy a könyvkiadás, a könyvpiac, de hogy a kettő valahogy nem találkozott, hiszen, vagy hát hol ott a könyvtárak, és azt tudni kell, hogy Magyarországon több mint 3800 könyvtár van. Hogyha józan paraszt ésszel elindulunk azon, hogy ha nem is minden könyvtár vesz mondjuk egy adott kiadású könyvből egy darabot, akkor az azt jelenti példányszám tekintetében a kiadónak mondjuk, hogy legalább 2000. Na most általában akkoriban a szépirodalmi témájú könyveket 3000 példányba nyomták. És az volt mindig, hogy minél több példányszámot eladni. De valahogy, hogy a könyvtárak úgy kiestek ebből a perifériából, vagy ebből a látószögből. És akkor ezen kezdtem el gondolkodni, és egyébként voltak olyan szakdolgozatban, olyan marketing ötleteim, amiket aztán felhasználtak kiadók. Hát ugye beszerzőként nagyon szoros kapcsolatban voltam, bizonyos kiadók hozzám tartoztak, és akkor velük egy szorosabb kommunikáció volt. Úgyhogy nekem az egyetem ilyen szempontból nagyon szerencsésen összehangolódott a könyvszakmai munkával, és tulajdonképpen ez volt az egyik plusz, amit adott nekem az, hogy elvégeztem az egyetemet. A másik pedig ez az információszolgáltatási, metaadatolási, visszakereshetőségi nyomvonal, amire ott ugye, amit belénk plántáltak, hogy ha kezébe vesz a könyvtáros egy könyvet, akkor azt mi úgy hívjuk, hogy leírja. De hát, hogy hogyan írja le, mik a fontos dolgok, mit hogyan visz be abba, mi úgy hívjuk, hogy katalógusba, az a nagy adatbázis, amiben az olvasók keresnek, és akkor azok alapján, az adatok alapján, amiket mi beviszünk, ők lefoglalják a könyvet, és akkor mondjuk jöhetnek ért, és kölcsönözhetik. De hogy ezt nagyon, nagyon sok munka előzi meg, és erre volt még nagyon jó az egyetem, hogy ezt láttatta, hogy a könyvtár mit tesz még hozzá egy könyvhöz. Akkor mesélj erről, hogy mégis milyen munka előzi ezt meg. Tulajdonképpen, amit itt elmondtam, hogy a könyvet mint egy tárgyat vesszük a kezünkbe, és cím, szerző, kiadás, ISBN, ilyen adatokat viszünk föl, illetve bizonyos könyvekről rövidebb leírás is kerül be a katalógusunkban. És tulajdonképpen ez alapján kapnak egy jelzetet, egy raktári számot a könyvek, és mi elhelyezzük. De hogy ha azt nézzük, a Vörösmarty Mihály könyvtárban több mint 650 ezer könyv van. Na most, és ez csak a könyv. Természetesen vannak online adataink, és még ebbe jó a könyvtár, hogy a könyvek pontos visszakereshetőségét is megadja, mert ugye egy 650 ezeres állomány, hát azt, hogy éppen az adott könyv szépirodalom vagy szakirodalom hol van, azt nálunk tudják a kollégák, és le tudják venni a polcról, de mondjuk abból is áll a könyvtárosi munka, hogyha valaki úgy jön oda hozzánk, hogy egy bizonyos típusú, mondjuk romantikus irodalmat szeretne, akkor mi tudunk neki alternatívákat ajánlani. Vagy hogyha valakinek tetszett a Jenner, akkor azon a vonalon elindulhat. Vagy
amivel mostanában nagyon sokszor találkozom. A gyerekkönyvtárnak az olvasó közönsége is kezd egy kicsit átalakulni, és akkor már nem azt mondja, hogy Edgar Allan Poe-t keres, hanem dark fantasy-t keres. És akkor a könyvtárosnak az a feladata ilyenkor, hogy egyrészt tudja, hogy mi ez a kategória, mik tartoznak bele, és hogy mondjuk elmozdítsuk a Netflixes iránytól a gyerekeket, és adott esetben egy Lovecraft felé tereljük, mert hogy ő is az, csak nem így van reklámozva nekik. Tehát, hogy nem csak a jó kis rosszak iskolája az a vonal, ami neki tetszeni fog, hanem mondjuk, ha már Neil Gaiman bejött és megismerkedik a képregényekkel, akkor lehet tovább terelni a klasszikusabb, úgymond szép irodalom felé. Úgyhogy a könyvtár ez egy nagyon széles spektrumon mozog. Igazgató helyettesként, mert ugye csak nemrég lettél igazgató, hogyan teltek a mindennapjaid? Üzemeltetési igazgató helyettes voltam, ami azt jelentette, hogy kívülbelül meg kellett ismernem a könyvtárat, mint épületet. Illetve hát a fehérváriak tudják, hogy sok könyvtár van, de mégis ugye egy, a Vörösmarty Mihály könyvtár, különböző telephelyekkel. És akkor a telephelyeknek az üzemeltetési dolgai volt az, ami a fő csapásvonal lett volna, csak hogy én azért egy kicsit izgágább vagyok ennél, és hát az előző munkahelyemen ott nagyon sok elméleti dologgal foglalkoztam, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kéne nézni a gyakorlatba is, és azon túl, hogy a karbantartási dolgokkal vettük fel a mindennapi harcot, amellett több nagyobb projektbe is belevágtunk. Ilyen volt az okoskönyvtári kezdeményezés az Alba Innovárral. Így hoztuk létre azt az okoskönyvtári részt, ahol 3D nyomtatóval, lézervágóval, okostáblával várjuk nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is. És olyan típusú foglalkozásokat alakítottak ki a kollégáim, ami a könyvtáros feladatokra, a könyvtáros dolgokra, információkeresés, tehát tudatos adatbázis használat, hogy tudjuk megkeresni az adott információt, vagy megkülönböztetni az állinformációt a számunkra kellőtől. Tehát, hogy erre alapuló szakköröket és foglalkozásokat hoztunk létre. A másik főbb csapásirány volt, az pedig az Aranybulla emlékév kapcsán, az Aranybulla webarchívum, ami tulajdonképpen azt jelenti, webarchívum egyébként nagyon kevés van az országban, az Országos Széchenyi Könyvtárnak van a Rákóczi, illetve tavalyi év során publikálták a Széchenyi webarchívumot, de hogy ilyen típusú, tehát egy tematikus webarchívum kapcsán ez volt az első az országban, ami létrejött, kimondottan az Aranybulla emlékév kapcsán mentettünk, tehát az azt jelenti, hogy ezek most már megőrződnek az örökké valóságnak, olyan tartalmakat, mint blogok, Facebook oldal, podcast, YouTube videók, vagy akár szimpla weboldalak is. És akkor ennek megvan az a szoftver, vagy megvannak azok a szoftverek, amikkel az algoritmus bejárja ezeket a webtereket, és akkor menti őket, és azon túl, hogy menti, most azon dolgozunk, egy olyan felületet hozzunk létre, amivel a teljes weboldal szövegekben lehet majd keresni. Ez azt jelenti, hogyha nem tudom, beírjuk, hogy aranybulla, mondjuk, akkor rengeteg nagyon szép találatunk lesz, és azokból az oldalakból, amiket, hogyha nem mentettünk volna le, akkor már nem lennének elérhető. Gondolom mindenki ismeri azt a 404-es hibakódot, amivel nagyon sokszor belefutunk, főleg akkor, hogyha a Google kidobja, hogy számunkra ott valami releváns találat van, és megnyitjuk, és akkor szembesülünk vele, hogy hát ez az oldal már valamilyen okból nem létezik. Na most mi ez ellen küzdünk itt a könyvtárban, és akkor ennek a csapásvonala volt ez az Aranybulla webarchívum. Azért emögött igencsak komoly munka van, mondhatni akkor, hogy te tudatosan készültél az igazgatói pályádra?
Egy idő után már biztos, hogy tudat alatt tudatosan. Inkább ezt mondanám. Vannak olyan könyvtárszakmai dolgok, amiket szerintem nagyon szuper lesz megcsinálni a kollégákkal. Ilyen például ezen a webarchiválásos vonalon elindulva, most azon dolgozunk, hogy legyen egy Fejér megyei webarchívum. Ami azt jelenti, hogy a legkisebb beszélgetésektől, akár a fehérvári beszélgetések megőrzése nagyon hosszú távon, nagyon jó formátumban, és természetesen visszakereshetően, de akár a megye legkisebb településén lévő olyan helyismerettel, olyan akár az oral historiában működő dolgokra alapozva, ami esetleg elveszne, hogyha nekünk nem lenne ez a projektünk. Ez nem csak könyveket érint, hanem főként weboldalakat, illetve az online térben megjelenő dolgokat. Hogyha ez egy tudatos készülést jelent, akkor igen, mert hogy az Aranybulla webarchívum tulajdonképpen ennek egy ilyen megelőző, egy ilyen pilot verziója volt, hogy megnéztük, hogy mit jelent ez a mindennapi munkára vonatkoztatva, hogy hogyan kell bevonni mondjuk a feldolgozós munkatársakat, az olvasószolgálatot, az informatikát, annak érdekében, hogy egy ilyen izgalmas dolog jöjjön létre, és egyébként az, hogy ez nem csak egy ilyen tudományos dolog, a kollégák megtalálták a saját maguk számára izgalmasat benne, játékokat csináltak az Aranybulla webarchívumra, digitális szabadulószobát, ami elérhető, segédanyagokat pedagógusoknak, tehát hogy ennek a felhasználásában is, tehát az oktatásba való beépítésére is megindult a munka. Mondtad még a beszélgetésünknek a legelején, hogy te írtál is annak idején. Ez mennyire hiányzik most neked, mennyire van lehetősége mindenre? Írni még most is szoktam, csak jobbára az asztalfióknak írok, illetve hát más típusú szövegeket. Ugye egy igazgatónak kell beszámolókat és munkaterveket is írnia, amit én úgy szeretek megírni, hogy az használható legyen, meg célirányos, és tömör, és közérthető. Úgyhogy most az erőforrásaimat más típusú írások foglalják le. Mi az, amiket sikerült megvalósítanod? Azért itt már beszéltél a webarchívumról. Még esetleg van-e olyan, amit kiemelnél az elmúlt 3 hónapból? Nekem meggyőződésem volt, hogy rendkívül sok jó dolgot csinálunk a könyvtárban, de arról nem tudnak az emberek. És tulajdonképpen ez az első 3 hónap erről szólt, hogy egy kicsit tudatosabban mozduljunk el a YouTube csatorna irányába, a Facebookon. Az Instagramot kevésbé kellett, mert ott az nagyon jól menetelt, de hogy olyan tartalmakat adjunk a fehérváriaknak, a megyeieknek, ami hasznos. És akkor így jött létre például egy beszélgetés Seffer Erzsébettel, ami már több mint 16 ezer emberhez ért el. Akkor az adventi kalendárium, ahol meséket, verseket olvastak fel a kollégáim. Volt olyan mese, ami ott is több mint 10 000 megtekintést kapott, mert hogy egyszerűen a kolléganőnek varázslatos hangja van. Nagyon jó volt a mese, nagyon-nagyon betalált, és hát nagyon sok szülő inkább erre kattintott rá, mint más mesére, és ennek nagyon örültünk. Ugye a közösségi média felületeinkre is próbálunk olyan fókuszált tartalmakat adni, ami vannak instant típusú, tehát hogy röviden befogadható, például a Van egy perce, ez ilyen helyismereti témájú érdekességeket dobunk föl a nézőinknek, ugye ez sem példa nélküli, csak eddig nem mutattuk meg, hogy valójában ez a Fejér megyei életrajzi lexikon, amit közzéteszünk fogyasztható és érdekes formában. Tehát eddig is volt, csak most egy kicsit újra hangoltuk.
vagy nagyon jó példa erre még a rádióval való közös együttműködésünk, ahol könyvekről beszélgetnek kollégáim, könyveket ajánlanak. Na most ezek is most már elérhetők a honlapunkon, a YouTube csatornánkon, úgyhogy most már egy kicsit tudatosabban irányítjuk rá a figyelmet azokra a tartalmakra, amik eddig is megvoltak, csak valahogy elsikkadtak. Úgyhogy tulajdonképpen ez a 3 hónap erre nagyon jó volt, hogy amit gondoltam, hogy így van, az beigazolódott, és hát tulajdonképpen kezd visszaköszönni, hogy nagyon sok követőnk van, és tulajdonképpen január hónapban elértük azt a látogatói számot online fronton, amit 2023-ban egész év alatt. És ez csak a január volt, úgyhogy iszonyatosan büszke vagyok a kollégáimra. Az azért igen szép teljesítmény valóban. Igen. Mik a jövőbeli tervek? Hát ez a Fejér vármegyei webarchívum fel fogja adni a leckét, de már elkezdtük. Ugye ehhez az erőforrásokhoz NKA pályázat kapcsolódik, mert hogy a tavalyi év végén nyertünk egy NKA pályázatot ennek a létrehozására. Ennek a keretében működünk együtt az Országos Széchenyi Könyvtárral, tehát hogy ez egy nagyobb volumenű dolog lesz. Készülünk az ünnepi könyvhétre, aminek kapcsán szeretnénk több kulturális szereplőt megmozgatni, és kimondottan a fiatalokra koncentrálni, tehát hogy a 10 és 18 éves korosztály jó lenne, hogyha megjelenne itt is az ünnepi könyvhéten. Ez igazán nagy feladat lesz, de próbálunk majd olyan vloggereket, influencereket, olyan írókat, költőket hozni, akik érdeklődésre tarthatnak számot, de igazából minden hónapban jönnek érdekességek. Egész éves kihívásunk a 12 hónap 12 zeneszerző, ami minden hónapra tartogat egy-egy olyan zeneszerzőt, akit ismerünk, mert hogy tanultunk róla, de nem feltétlenül ennyire. Ez tulajdonképpen a zenei részlegünknek egy kihívása, és ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon jó hanganyagaink, hangzóanyagaink vannak az Oskola utcában, amiket ki lehet kölcsönözni, legyen az bakelit, legyen az egy hangos könyv, vagy egy CD, vagy éppen olyan irodalom, ami közelebb hoz magához a zenéhez. De szeretnénk egy kicsit így felhívni a zenefontosságára a figyelmet. Hát amúgy Fehérváron ezt nem kell hangsúlyozni, mert hogy nagyon pezsgő zenei élet van, ehhez is szeretnénk egy kicsit csatlakozni így könyvtárilag. Sok sikert kívánok neked akkor a továbbiakban, még a következő évekre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.